Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen alkalommal, ami egy bizonyos ünnepi alkalom is számunkra. Örülünk, hogy annyi gyermek van itt jelen most ez alkalommal. Hát ennek a magyarázata az, hogy az elmúlt hetekben a gyülekezetünk táborozásokat szervezett. Volt két hét táborozás, egyik hét a kisebbeknek, másik hét a nagyobbaknak. És ezen a vasárnapon szeretnének itt lenni velünk a gyermekek, és elmondani, bemutatni azt, amit tanultak, amivel foglalkoztak az elmúlt héten. Úgyhogy köszöntjük a gyermekeket elsősorban, mindenkit, akik a vendégeink, köszöntjük a mi gyermekeinket is, és kívánjuk, hogy Isten áldja meg őket. Külön szeretettel köszöntjük a gyermekeknek a szüleit, akik eljöttek, elkísérték gyermekeiket. Kívánjuk, hogy Isten áldása legyen az ő életükön is, az Úrtól való segítség a családi életben és a gyermeknek is. Hamarosan átadjuk a szót a gyermekeknek, és figyelemmel hallgatjuk mindazt, amit ők el fognak mondani, de előtte kérjünk áldást Istentől mindarra, ami ezután fog következni. Álljunk fel és fejet hajtva kövessük az imádságot. Úr Jézus, hálát adunk neked, aki mindenkit szeretsz. Te vagy a mi megváltunk, a mi Urunk. Emlékszünk arra, hogy mondtad, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Istennek az országa. És azt is tudjuk a te ígédből, Urunk, hogy milyen nagy felelősségünk van nekünk, szülőknek, felnőtteknek, hogy gyermekeinket tanítsuk, neveljük, hogy útmutatójuk, vezetőjük legyünk az életben, de nem csak az élet ügyes-bajos dolgaiban, hanem a lelki életben is. Segíts meg ebben bennünket! Hálát adunk, hogy az elmúlt hetekben gyermekekkel tudtunk foglalkozni. Hálát adunk a gyermekekért. Hálát adunk azért a potenciális lehetőségekért, amelyek minden gyermek életében ott vannak, amiket te ki akarsz bontakoztatni, hogy senki se vesszen el a te kicsinyeid közül, hanem mindenki megtérjen, üdvözüljön, és egy szép életet tudjon élni. Urunk, ezért áldunk és magasztalunk téged. Most kérjük, hogy ebben az Isten tiszteleti formában hiszük, hogy itt vagy közöttünk, ígéreted szerint ez alkalommal is. Szeretnénk megtapasztalni ezt a te jelenlétedet. És mindazt, amit mondunk, mindazt, amit teszünk, az énekekben, a beszédekben, a bizonyságtételekben, hadd tapasztaljuk meg a te jelenlétedet és a te megszorító szavadat hozzánk ez alkalommal is. Urunk, minden jóért, a táborozások lehetőségéért, a gyülekezeti életért, a családi életért, gyermekeinkért, azért a szép jövőért, amit nekünk adtál, ezért magasztalunk és dicsőítünk téged az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet. Átadom a szót Kovács Barna testvérnek, aki a táborok vezetője, igazgatója volt. Ő fogja majd koordinálni a gyermekeknek a szolgálatát. A 121. Zsoltár úgy kezdődik, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? És aztán folytatja, hogy az én segítségem az Úrtól jön, aki alkotta az egeket és a földet. Hát így voltunk mi ezen a héten, illetve két héten át, hogy hát emeltük a tekintetünket a hegyekre, de aztán lelki értelemben fel is másztunk ezekre a hegyekre. És úgy van ez a hegymászókkal, hogy nagyon nehéz, verejtékes ugye a mászásnak a folyamata, de amikor felérünk a csúcsra, minden kárpótol a látvány. Hát valahogy mi is úgy vagyunk, hogy a számítógépes példával éljek, hogy a hard disk megtelt, de az elemek lemerültek. Úgyhogy lassan kezd feltöltődni, főleg akik a második héten táboroztak, még nagyon törölik a csipát a szemükről, de majd lesz lehetőség a pihenésre is.
felemelő volt a hegyen lenni, és több hegyet másztunk meg, bibliai hegyet együtt. Élmény volt ez a tanítóknak és gyerekeknek, és ott mindig volt egy találkozás az Istennel. Úgyhogy örülünk annak, hogy ránk vált az Isten a hegyeken. Hát nem is mondok többet erről, de mielőtt a gyerekeknek átadnám a szót, előbb hadd köszönjem meg különösen azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a tábor nagyon jó körülmények között zajlódjon, azoknak az önkéntes testvéreknek, akik feláldozták az idejüket, az erejüket azért, hogy tápláljanak bennünket. Az első héten Nagy Eszter és Kovács Piroska, igen, ők szolgáltak, és nagyon finomakat főztek, ugye nem éveztünk táborban. Köszönöm a választ. Második héten pedig volt kis Enikő és Bálint Vilmos testvér, és szintén nagyon finomakat ettünk második héten is, és bőven jöhettek előre, mert megérkeztettünk második. Mivel két csoport táborozott együtt, úgy fog történni, hogy először kiállunk mind ide előre, és mikor az első táborozásnak mondjuk az ő részük befejeződik, ők leülnek, hogy nagyon elfáradjanak, és akkor maradjuk miatt, hogy a második héten voltunk ott. Úgyhogy kérem mindjárt, hogy álljunk ide előre, kezdjük meg elő a kisebbek, a hátul a nagyobbakkal. És persze köszönet a tanítóknak és meg a segítőknek, akik jöttek. Bocsánat, meg is feledkeztem rólatok, de gondolom nektek is élmény volt és eljön a táborban. Okay.
történetét vezetjük. És nekem azt tetszett benne, hogy Ábrahám kész volt az egyetlen egy fiát feláldozni. Ebből azt tanultam meg, hogy mindig fogadjunk szót Istenek, és tegyük meg azt, amit ő kell. A nép, hát a döntés elé tették, hogy
Istenbe szeretnének hinni, vagy egy bálványnak, akit eddig imádtak. És a vége az úgy lehet, hogy végül Istennek adták a szívüket, és benne hittek. Ehhez van egyik a versem is. A Jelenések könyve 3. rész, 15 és 16. verse. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és nem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Csütörtökön a kísértés hegyéről beszéltünk, és az engem nagyon megragadott, mivel a kísértés hegyéről azt kell tudni, hogy a sátán minden emberről tudja, hogy mivel lehet kísérteni az embereket. És ha Jézus mellettünk van, akkor tudunk neki ellenállni, és nemet tudunk mondani a kísértéseinek. És kívánom mindenkinek, hogy döntsünk Isten mellett, hogy tudjunk a kísértésnek ellenállni. És az egyik este arról volt szó, hogy a Bibliát nagyon sok ember nem használja, és elő se veszi, csak otthonozódik a polcon, és ebből megjegyeztem, hogy mindig vegyem elő a Bibliát, mert ez nagyon fontos, és enélkül nem, Isten nélkül nem indulhatunk el egyedül a harcban, mert csak ő tud megsegíteni minket. Yeah.
elmúlt távoli héten a hegyekről tanultunk, amiket nekem a kív a Bibliában. Az egyik ilyen hegy volt az Ararat hegye is, ami a kegyelem hegyének hívtunk. Isten megbánta, hogy megteremtette az embereket a bűneik miatt, és el akart őket törölni. Viszont egy családnak el akart kegyelmezni, aki Noé és családja volt. Isten adott egy kegyelmi időt, amikor az emberek hozzáköltettek volna, viszont az emberek a bűneikben szerettek volna élni, és Isten nem akarta. Én ebből azt mondtam, hogy használj ki a kegyelmi időt, és mindig legyünk és ami Isten hívnak, amiket szóval. Nekem a héten a kísértés hegye érintett meg engem a legjobban, mert hogy Jézus is emberé lett, és ezért őt is meg tudta kísérteni a sátán, és de ő ennek ellenállt, mert igével válaszolt neki vissza, és nekem ez azért volt olyan megérintő, mert hogy mi sokszor megyünk a sátán után, és nem azt mondjuk, hogy én ezt nem tehetem, mert én Isten fia vagyok, hanem csináljuk tovább azt. Engem az Ararat hegy történt esemény ragadott meg, amikor Noé bárkája fennakadt a tetején, és Isten megígérte Noénak, hogy többet nem fogja az embereket elpusztítani. A pénteki nap a Golgota hegyéről hallottunk, amikor az atya leküldte fiát az égből, és feláldozta értünk magát. Ebből azt értettem meg, hogy én is tudjam mindig odaadni azt, ami számomra legfontosabb, én is legyek kész feláldozni magamat, akár Istenért, barátaimért, családokért. És legyek kész mindig őt szolgálni. Engem az a gondolat fogott meg a legjobban az egész évben, hogy sokszor annyira kötöttek tudunk lenni egyes dolgokhoz, és azt tudjuk mondani, hogy Istenem, hát ez nem probléma, hisz te úgyis biztos elférsz mellette, hát ez nem jelentett gondot, és sokszor észre se veszük, és ezek a dolgok fontosabbá válnak nála, és igazából nem is tudom, hogy mondjam, hogy sokszor úgy érzem én is, hogy sokszor egyes dolgok sokkal fontosabbá tudnak válni, mint az, hogy leüljek megnézni egy videót, vagy bármi ilyesmi, és gondoljunk arra, hogy sokkal fontosabb az, hogy az ő igényét olvassuk. Két igeverset olvasok el az egyszeri fordításból, amit a héten megtanultunk. És elmondogattunk, mert sokszor mondom én is azt, hogy vagy gondolom azt, nem mondjuk mi ki. Hát Isten messze van, mit tud ő rólunk, mit tudna ő velünk tenni. És Mózes mondja el ezt a népnek, vagy Isten mondja Mózesnek, hogy az igen nagyon is közel van hozzátok. Ott van az a szátokban és a szívetekben, hogy igazodhassatok hozzá. Nézzétek! Elétek adtam az életet és a halált, a jót és a rosszat, hogy válasszátok. Hát válasszátok az életet, biztosítok Isten. Thank you.
evangéliumának 18. fejezetében. Lukács evangéliuma 18. fejezetéből a 15. verstől a 17. olvassuk el. Az ige olvasás után majd kérjük az énekkar szolgálatát. Ezután kisgyermekek is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Isten tegye áldottá az ő igényét számára. Amen. Fogadjunk. Thank you.
röviden szólni, hogy úgy fejezzük be Isten tiszteletünket, hogy az ő igéjével menjünk tovább. Úgy is szeretnék beszélni, hogy a gyermekek is megértsék, ezért egyszerűen kell beszéljek, és röviden, igaz? Sok gyermek, amikor elmegy a templomba, nem érti azt, amit ott beszélnek. Valaki elmondta nekem, hogy gyermekkorában járt a templomba, de soha nem értette azt, mit mond a papács. Hát ez minket, lelkészeket minősít, szeretnénk úgy beszélni, hogy a gyermekek is megértsék, mert az Úr Jézus is úgy beszélt, és úgy fogadta a gyermekeket, hogy azok szívesen mentek hozzá. De persze, hogy amit a gyermekek megértenek, azt a nagyok is megértenek, igaz? Nos, testvéreim, szeretném, ha a tekintetünket felemelnénk, és láthatnánk, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan viszonyul a gyermekekhez. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a gyermekeknek nem kell különösen foglalkozni a hitével, és nem kell Istenről beszélni, csak ma vagy jó később. A tegnap este utaztam és hallgattam az egyik keresztény rádiót, volt egy vita erről, hogy mikor kell a gyermekeknek beszélni Istenről, az Úr Jézusról, és hogy egyáltalán kell-e olyan dolgokat megemlíteni, mint a bűn, meg a sátán, meg a megváltás, vagy csak ilyen kis történeteket kell elmondani, amelyek érdekesek nekik, és ugye a gondolatukba vésik azt, hogy ugye létezik Isten, és ugye szereti őket. Az a meggyőződésünk, és az a lelki munkásoknak, meg a szülőknek a tapasztalata, hogy igenis a gyermekek sokkal többet megértenek abból, hogy mit jelent az evangélium, hogy ki az Isten, hogy milyen állapotban vagyunk mi, hogy mire van szükségünk, mint amennyit a szülők vagy a nevelők gondolnák. Ezért nézzük meg, testvéreim, hogy akkor, amikor az Úr Jézus Krisztushoz vitték a gyermekeket, valószínű, hogy ezek szülők voltak, akik ismerték Jézust, látták Jézust, hogy ő belőle milyen lelki erő áradt, amikor prédikált, milyen kedves volt az emberekhez, meg a betegekhez, és meggyógyította őket. Azt szerették volna ezek a szülők, hogy ezek a gyermekeik jöjjenek Jézushoz, és valamit kapjanak abból a lelki erőből, abból a lelki áldásból, ami Jézusból áll. Azt látjuk, olvastuk itt az igében, hogy a tanítványok pedig úgy gondolták, hogy a gyermekekkel való foglalkozás túl alacsony rendű Jézusnak, ő magasabb szinten jár és nem foglalkozik ilyen dolgokkal, a gyermekekkel. Hát neki különböző tanításokat kell adni, foglalkozni napirendi kérdésekkel és fontos társadalmi, meg vallási kérdésekkel. Úgyhogy azt mondták ezeknek a szülőknek, hogy ne hozzátok a gyerekeket, vigyétek el. És Jézus meghallotta, hogy meglátta, hogy mit mondanak a tanítványok, és mondja, ne, álljatok meg. Ne küldjétek el a gyerekeket, engedjétek ide hozzá. Az evangéliumban több leírása van ennek az esetnek, van, amelyik evangéliumban az van, hogy megérintette őket Jézus, aztán van olyan, hogy az ölébe vette őket Jézus, és van olyan beszámoló is, amelyik azt mondja, hogy megáldotta őket Jézus. És akkor adott egy tanítást a felnőtt embereknek is, hogy a gyerekeknek kell jöjjenek hozzá, de ugyanakkor tanulhatunk valamit a gyermekektől is. Hát először azt a gondolatot szeretném kiemelni, testvéreim, gyerekek, barátok, mindenkinek mondom, hogy az Úr Jézus Krisztus nagyon szereti a gyermeket. És ez nem egy olyan távoli dolog, hogy ezt nem lehet megtapasztalni, hanem igenis az Úr Jézus Krisztus szereti a gyermekeket, és ő meg akarja mutatni ezt az ő szeretetét még a gyermekeknek is. Nem kell félni az Istentől, nem kell félni az Úr Jézustól, mert ő szereti a gyermekeket, és azt akarja, hogy ők szépek legyenek, hogy boldogok legyenek, hogy egészségesek legyenek, és egy szép jövőjük legyen.
milyen hazugsággal éltetik az embereket sokan a felvilágosult agyú emberek közül, hogy a vallás, meg Isten, meg Jézus Krisztus, meg a Biblia, az csak árt az embereknek, azt el kell venni az emberektől, a gyermekektől, hanem ehelyett a tudományra, ehelyett arra kell nevelni őket, hogy nincs Isten, és a saját kezükbe vehetik az életüket. Hát ilyen körülmények között neveltek minket, még gondolom a jelenlevőknek fele átélte ezeket az iskolai órákat, amikor tanítottak bennünket arról, hogy nincs Isten és butaság, és nem kell ezzel foglalkozni, stb. De az igazság az, testvéreim, hogy a gyermekeknek is, a felnőtteknek is szüksége van Jézus Krisztusra, Jézus Krisztus szereti őket, törődik velünk, jót akar nekünk, és ezért nekünk közelednünk kell Jézushoz. Ezért nekünk is oda kell figyelnünk arra, hogy ha valaki szeret bennünket, és mi nem foglalkozunk vele, az nem csak udvariatlanság a részünkről, hanem úgy gondolom, hogy sokszor megbánjuk, és sokszor hiányt szenvedünk amiatt, hogy hát azok, aki szeret minket, azt megvetettük, elfordultunk tőle. Én azt szeretném, hogy minden gyermek, minden felnőtt értse meg, hogy az Úr Jézus Krisztus szereti a gyermekeket, és jót akar. És hogyha egy szülő jót akar a gyermekének, akkor az Isten fia, az még jobban jót akar. Sőt, vannak olyan szülők, akik megfeledkeznek gyermekükről, nem olyan sokan talán, de vannak ilyenek is, akikről még az Ézsaiás próféta is azt mondja, hogy megfeledkezhetik egy anya az ő gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhének gyümölcsét. És azt mondja, még ha meg is feledkezne egy anya, én te rólad el ne feledkezni. Én azt szeretném, hogy az itt lévő gyerekek soha ne kerüljenek olyan körülmények közé, hogy azt mondják, hogy én velem nem törődtek a szüleim, az édesanyám, az édesapám, engem nem szerettek, hogy az ilyen gyerekek szélre sodródjanak, lelki betegségekbe, komplexusokba kerüljenek, és ne tudják, hogy kik is ők valójában. De nem tudhatjuk, hogy mit hoz az élet, és szeretnék, ha a gyermekek eszükbe jutna, és felnőtteknek eszükbe jutna, ha valaki ilyen helyzetbe is kerül, hogy úgy érzi, hogy nem szerették a szülei, eldobták, nem úgy nevelték, nem törődtek vele, hogy eszükbe jusson az Isten igéje, én, te rólad, nem feledkezem. Én szeretlek téged. A második gondolat az Úr Jézus Krisztus és a gyermekek kapcsolatáról az, hogy az Úr Jézus azt szeretné, hogyha a gyermekek, hogy mondjam, hogy minden gyermek hozzájönne. Hát most nincs itt az Úr Jézus a Földön. Abban az időben azt jelentette, hogy a gyermekek fizikailag találkozzanak Jézussal. Néha elgondoljuk, igaz, gyerekek, milyen lenne az, amikor Jézussal találkozunk. Mezőn, ahol ő prédikált, vagy egy házban, lássuk, hogy gyógyította meg a beteget. Egyszer volt olyan eset is, hogy kivették a háztetőt, hogy felfontották a háztetőt. Mert olyan sokan voltak a teremben, és egy beteget a háztetőn keresztül leengedtek, hogy Jézus gyógyítsa. Én szerettem volna ott lenni, hogy lássam, hogy hogyan kell fel ez a beteg az ő beteg ágyába. De nem lehet. Mi sem lehetünk ott. Úgyhogy fizikai értelemben nem lehet Jézushoz jönni, de lehet lelkileg jönni Jézushoz. És ez azt jelenti, hogy gondolunk Jézusra, hogy imádkozunk Jézushoz, és ahogy mondtátok itt, nem tudom, ki volt az, aki azt mondta, hogy megragadta, hogy a Biblia ne legyen a polcon sem. Egy lelkihez. Jó? Te mondtad. Na, hát Jézushoz jönni azt jelenti, hogy hallgatjuk az ő beszédét, olvassuk a Bibliát, imádkozunk, olyan helyekre megyünk, ahol meg lehet tapasztalni az ő jelenlétét, mint például Isten tiszteleten, vagy előadásokon, amikor a szüleink beszélnek nekünk a Bibliából, vagy olvasnak nekünk a Bibliából, és ezt jelenti nekünk, hogy jöjjünk Jézus Krisztushoz.
de azt is jelenti, nem csak, hogy a Bibliát olvassuk, hanem imádkozzunk, hanem azt is jelenti, hogy bízzunk benne, hogy adjuk át az életünk, hogy hallgassunk az ő tanítására, az ő beszédére. Ezt jelenti, hogy jöjjünk Jézushoz. Jézushoz jönni nem úgy kell, hogy egyszer odajövünk, aztán elmegyünk, hanem Jézusnál ott maradunk, és átadjuk az életünket teljesen. Hát én is örülök annak, hogy így történt velem, amikor fiatal voltam, hogy jöttem Jézushoz, és elmondtam, hogy éreztem, hogy szükségem van Jézusnak, ugye erről is fogok beszélni, hogy bocsásson meg nekem, és így jöttem Jézushoz, és imádkoztam, és ő megbocsátott nekem, és én azóta az Úr Jézus Krisztusra jár. Ő az én megváltom. Ezt jelenti kereszténynek lenni, hogy hiszünk az Úr Jézus Krisztusra, aki a mi megváltunk, aki a mi kedves Úr. Aztán ha mondjam tovább, és itt talán jól teszik a felnőttek is, ha figyelnek, nem csak az a kérdés és az a helyzet, hogy az Úr szereti a gyermekeket, és azt szeretné, hogy hozzá jöjjenek, hanem el kell mondanunk azt, hogy a gyermekeknek is szükségünk van Jézusnak. Miért van szükségünk a gyermekeknek Jézus? Hát azért, amiért a felnőtteknek is szükségünk van Jézusnak. Hát de miért van szüksége a felnőtteknek Jézusnak? Azért, mert szükségünk van megváltozni. Nem csak egy erkölcsi tanítóra van szükségünk, nem csak egy példaképre, sokan úgy gondolják, hogy Jézus egy nagyon jó tanító. Hát voltak más tanítók is az emberiség történetében, tehát Jézus is egy olyan jó tanító volt, és olyan dolgokat tanított ember, kérlek, még ma is, aztán építhetünk rá, meg érdekes odafigyel. Mások azt mondják, hogy hát Jézus egy különleges ember volt, aki szerette az embereket, és jót akart tenni. Ilyen jótékonyság, hogy gyakorló ember. Jézus több. Ha a Bibliát olvassuk, egyből rájövünk, hogy itt nem csak arról van szó, hanem arról van szó, hogy Isten küldött nekünk egy megváltót, mert szükségünk van rá. Ha valaki csak az Új Szövetség első lapját olvassa el, gyerekek, felnőttek, akkor az van odaírva, hogy jön az Úr Jézus Krisztus, megszületik, ott le vannak írva az elődei, és mikor le van ott írva, hogy miért kell megszülessen, miért kell jöjjön az Isten fia, az van odaírva, hogy ő szabadítsa meg az embereket a bűneiktől. Mert sajnos ez a helyzet. Ha szépítjük, ha nem szépítjük, az az igazság, hogy szükségünk van arra, hogy megszabadítson Isten a mi bűneit. És vannak olyan bűnök, ugye szoktuk mondani, jó, milyen csúnya az a bűn. De vannak olyan bűnök, amelyek szocializálódtak, amelyeket elfogadtunk, amelyekre mosolygunk is, amelyeket szórakozunk is, amelyeket kikérünk magunknak, hogy ehhez jogunk van. De minden bűn, legyen az csúnya bűn, vagy szép bűn, tönkreteszi az életünket, elszakítja a kapcsolatunkat Istennek és a kárhozatunkat. És kell jöjjön valaki, aki minket megszabadít. És a gyermekekben is ott van a bűn. A mai nevelés elméletnek az egyik a legnagyobb hibája, hogy nem számol azzal, hogy a gyermek ott van a rossz, ami ki fog fejlődni, mind jobban és jobban kifejlődni. Nem csak a makasz gyerekekben, nem csak az engedetlen gyerekekben, meg a kiabálós gyerekekben, meg a toporzékoló gyerekekben van a rossz, hanem bennünk mindnyájunkban ott van a rossz. És anélkül, hogy ez a rossz meg legyen oldva, vagy ki legyen írtva az életünkből, hiába a nevelés, szükségünk van először a megváltóra. Persze, szükségünk van Isten védelmére, szükségünk van az ő áldására, ezt szívesen fogadjuk. Hát nem örülne egy szülő, hogy a gyermeke védve lenne? Hát ki tudná jobban megvédni a gyermekét, mint Isten?
aki mindig velünk van, aki mindenütt jelen van, aki szeret bennünket, aki törődik velünk. Milyen jó az, amikor egy szülő ezzel a hittel él, hogy Istennek ajánlom a gyermekemet, és az meg tudja védeni. Hála legyen neki, és dicsőség neki. Hát igen, mert az Úr Jézusnak a védelmére szükségünk van. Szükségünk van az ő áldására. Ki ne szeretné azt, még nem szülő nem szeretné azt, hogy Isten áldja meg az ő gyermekét. Sokszor az áldást olyan furcsán gondoljuk, hogy a siker az áldás, hogy minden jól menjen, hogy ne legyenek problémák, hogy a gyermek jól fejlődjön, egészséges legyen, jól tanuljon, jó kapcsolatai legyenek. Hát ez az áldás, milyen áldott gyerek, milyen ügyes, milyen értelmes gyerek, milyen áldott gyerek. De ahogy mondom, ezen kívül, ezen fölött is szüksége a gyermeknek, hogy megismerje Jézus Krisztust. Mert ahogy nő, ahogy értelmes lesz, látni fogja azt, hogy ott van benne is a bűn, meg fogja érteni, hogy mi a bűn, és meg fog tudni térni a bűnből. És amikor az ember megtér a bűnből, amikor elfordul a rossztól, akkor elfordul a gonosztól, attól kezdve javul meg az élete, ahogy a keresztények mondják, megszentelődik az élete, akkor kezd kiteljesedni a személyisége úgy, ahogy Isten szeretné, és ahogy tervezte rólunk. Ezért a gyermekeknek szükségük van Jézus Krisztusra. Aztán szüksége van a gyermeknek azért is Jézus Krisztusra, mert az isteni tanítás az, ami igazán bölcsé tehet bennünk. A bölcsesség kezdete az Istennek a félelme. Akkor bölcs egy ember, hogyha számol azzal, hogy létezik Isten, számol azzal, hogy van örökké valóság, számol azzal, amit Isten mond, hogy az a jó és az a helyes, attól kezdve bölcs az Isten, vagyis az ember, amikor erre gondol, és nem egy ilyen rettentő félelemmel, hanem attól való tartással, hogy ezt meg tudja tenni, hogy erre odafigyeljen, így kezdi félni az Isten, az ilyen istenfélő embereknek szükségük van arra, hogy az Úr irányítsa az életük. Akkor lesz boldog az ember. Persze boldogság nem öröm, nem élvezet, hanem az a békesség és az a teljes harmónia, ami az ember lelkében van, mert tudja, hogy ki a teremtője, tudja, hogy mi a célja, és tudja, hogy mi végből van ebből a világból. És nem a végből vagyunk ebből a világból, hogy valahol otthon legyünk benne, hanem a végből vagyunk ebből a világba, hogy Istené legyünk, és az Isten akaratát cselekedjük. Hát ez szülőknek azt jelenti, hogy nagyon akarjuk mi is azt, hogy a gyermekeink Jézussal találkozzon. Nagyon akar. És segítsük ezt. Ahogy mondja Isten az igében, hogy hozzuk az Úr Jézushoz a gyermeket. Vannak olyan szülők, akik erre képesek, mert van bennük hit, és maguk is Jézus Krisztussal jár. Vannak olyan szülők, akik erre még nem képesek. Sőt, vannak olyan szülők, akik ezzel teljesen ellenkeznek. És azt mondják, hogy nehogy higgyél, nehogy bibliázzál. Ezeknek a szülőknek szükségük van Isten kegyelmére, hogy megismerjék az igazságot. Hogy megismerjék azt, hogy mi az jó az ő gyermekeik. És kedves testvéreink, barátaink, mi nagyon szeretnénk jót adni a gyermekeinknek, de igaz, hogy az van bennünk, sokszor a jó csak anyagi vonatkozásban gondoljuk ki. Dolgozunk, hogy a gyermekemnek jobb legyen, mint amilyen nekem. Dolgozunk azért, hogy a gyermekemnek legyen meg az, amit én nem kaptam meg. Sokszor éppen ezzel mondjuk el a gyermekeinket, mert úgymond megóvjuk attól a küzdelemtől, amiben megedződik a lélek, hogy igazán felkészül és igazán ember legyen. De ha jó indulat ott is van bennünk, milyen valgák lennénk, ha a lelki dolgokra nem gondolnánk. Ha az örökkévaló dolgokra nem gondolnánk, csak azt szeretnénk, hogy a gyerekem sikeres legyen addig, ameddig felnő, ameddig megházasodik, nem majd utána is, meg az unokái is, de egészen addig a sírik, és mi lesz azután?
az a bölcsember, aki istenfélő ember. És ezért, kedves szülők, akik itt vagyunk, örülünk a gyerekeinknek, és örülünk annak, hogy ezt szépen tudnak énekelni, és ott van a szívünkben a vágy, hogy bárcsak Isten megáldaná. Hát hozzuk az Úr Jézus Krisztusunkat, segítsük előre őket akar, hogy az Úr Jézus Krisztussal találkozzanak. Járuljunk ehhez hozzá, hogy a gyermekeinket Krisztushoz vezessük. Engedjük őket. Aztán mielőtt befejezném, utolsó gondolatként az Úr Jézus, mikor a gyermekekkel kapcsolatos incidens lezajlik, a tanítványait, a felnőtteket akarja tanítani valamit. És azt mondja, olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Isten országba. Hát mit jelent? Legyünk olyan egyidűek, mint a gyermekek, legyünk olyan tudatlanok, legyünk olyan gondatlanok, mint a gyermekek. Ne legyünk okoskodók, tegyünk félre mindent. Hát elmondom, hogy mi. Azzal a bizalommal legyünk Isten iránt, amilyen bizalommal van a gyermek a szülőknek, a kisgyermek. Mert hinni, mert üdvözülni csak ezzel a bizalommal lehet. És hogy megértsük, hogy miről van itt szó. Itt arról van szó, nincs itt kifejtve, de tudjuk, és az igében másfele le van írva, hogy ahhoz, hogy mi üdvözüljük, ahhoz, hogy mi a bűnös állapotunkból megszabaduljunk, mi ezt nem tudtuk volna megoldani. És a kereszténység éppen ezzel botránkoztatja a világot, az igazi kereszténység, hogy megváltóra van szükség. És ezért a kereszténység jelképe a kereszt, az Úr Jézus Krisztus a keresztet szenvedő mesiás. És mindig eszünkbe juttatja, hogy mi soha nem tudtuk volna megjavítani magunkat, soha nem tudtunk volna Istennek kedvesek lenni, valaki más kellett megváltson bennünket. Ez a kereszténységnek, vagy a keresztnek a botrány. A nagy okosok ezt nem fogadják el, ahogy nem fogadták el abban az időben se az okoskodók körül. És azt mondja az ige, hogy aki hisz ebben a fiúban, de nem csak úgy, hogy hát elfogadja értelmileg, hogy hát így van, amikor Jézus meghalt értünk, hanem aki hisz, aki benne bízik, aki abban a megváltóban bízik, aki ennek a megváltónak adja át az életét, aki igazat ad az Istennek azzal kapcsolatban, hogy milyen állapotban vagyok, azaz bűnös állapot. Aki igazat ad az Istennek abban, hogy hogyan kell ebből kikerülni a megváltásunkat. Aki igazat ad az Istennek, hogy az ember oda kell szánja az életét neki. Na ez kell olyan gyermeki hittelen. Úgy, mint ahogy a gyermek. És aki nem teszi ezt, aki nem lesz olyan, mint a kisgyermek, semmiképpen sem fog bejutni az Isten országába. Aki azt gondolja, hogy vagyok én olyan okos, aki azt gondolja, hogy nem úgy van az, ahogy a Biblia mondja, nem vagy a keresztények mondja. Aki azt mondja, hogy hát mások is védkeztek, valahogy majd csinál valamit velem is az Isten, és különféle okoskodásokat felnőtt egy agyával kigondol, azok nem töltik be ezt a feltételt, ha olyanok nem lesznek, mint a Biblia. És persze, hogy aki ilyen gyermeki hittel jön, az megtapasztalja a szabadulást, megtapasztalja a bűneinek a bocsánatát, megtapasztalja azt, hogy Jézus Krisztussal és Istennel a kapcsolat a helyreáll, egy új életet kezd, megújul a belsője, megújulnak a gondolatai, megújulnak az érzésvilága, megújul az érdeklődési köre, mert új ember lesz a Krisztusban. És akik ilyen új emberek ezen a földön, azok mennek be az új világba Isten. És annyi minden van, ami az okos embernek ebből nem tetszik, és másképp akar, és másképp szeretné megoldani, és hogy nem alázza meg magát, és hogy ez is van, ez is egy kérdés, az is egy kérdés. Ezért mondja az Úr Jézus. Olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, akkor, és nem úgy fogadja az Isten országát, mint a kisgyermek, semmiképpen sem tegye a testvéreim. Az a vágyunk, hogy a gyermekeink szép életet éljenek, jó, szép jövőjük legyen,
boldogok legyenek. Igaz, mindenkinek ez a vágya szívünk. Ezért küzdködünk, hogy anyagilag is őket el tudjuk indítani az életbe, meg a tanulás területén, de ne felejtsük el a lelki dolgokat, ne felejtsük el az Istennel való kapcsolatot, mert ez a legnagyobb értékes dolog. Az Úr Jézus egyszer azt mondta, ha egy ember az egész világot megnyeri is, lelkébe pedig kárt van, mit érez neki? És ezért gyermeki lelkületből tanulva mi is fogadjuk az evangéliumot, éljünk Isten akarata szerint, és akkor jó lesz. Bemegyünk Isten országába, de még mielőbb bemennénk, már ezen a földön tapasztaljuk Isten erejét és jelenlétét az életben. Segítsen minket az Úr. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked ezen a napon, ezért az ünnepért is, amikor megsegítettél a tábori hetekben, és velünk voltak gyermekeink is. Köszönjük ezt neked. Urunk, ott van a vágy a szívünkben, hogy a gyermekeink a legjobbat kapják, a legszebb életük legyen, a legszerencsésebb emberek legyenek. És döprengünk, hogy hogyan is tudnánk ezt megvalósítani. Urunk, sokszor annyit kell küzdködnünk, harcolnunk, annyit kell küzdködnünk az ő nevelésükön is, tanításukon is, de megértettük ezen a délelőttön, hogy fontos dolog az, hogy veled találkozzanak gyermekek. És az is fontos dolog, hogy mi is veled jár. Nem csak egy szülő, vagy a szülő, gyermekek nélkül, nem csak a gyermekek, a szülők nélkül, hanem tudnánk elmondani, ahogy Józsué mondta régen, ezt egyik szolgált, hogy én és az én házam népe az Urat szolgál. Urunk, add meg ezt minden családnak, akik itt vagyunk, ezen az Isten tisztelet. Imádkozunk ezekért a gyermekekért, akik velünk voltak. Urunk, de szereted őket. És egy jó és szép jövőt szántál neki. Kérünk, hogy kegyelmedből ez a szép jövő tudjon megvalósulni, tudjon megtörténni. Munkálkodj az életünk. Légy az ő védelm, légy az ő tanító, légy az ő bölcsesség. És akárhova mennek, akármilyen körülmények közé kerül az életük, tapasztalják meg azt, hogy te velük vagy, és te szereted őket. Urunk, minden jóért, kegyelmed minden megnyilvánulásáért áldunk és magasztalunk téged. Örökön örökké. Amen. Mielőtt záró éneket énekelnénk, és ezzel Isten tiszteletünket befejeznénk ezen a helyen, néhány kijelentéssel szeretnék szolgálni. Előre tekintünk a következő hetekre, akkor el tudjuk mondani, hogy áldásos vasárnapok elé nézhetünk, ugyanis július 21-én, következő vasárnap, és július 28-án misszionárosok fogják meglátogatni a gyülekezetet. Július 21-én Algo Levente, aki az egyetemisták között végződő misszióban szolgál, itt lesz délelőtt, és bizonyságot tesz, megosztja az ő tapasztalatát, szolgálatáról, fog informálni bennünket, hogy imádkoztassunk érte. Majd július 28-án a Dumitriu házas pár fog jönni, akik nagyon messze, Pápua-Ujgunyára szolgál. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon messze. Most itthon vannak szabadságon, és eljönnek, hogy bizonyságot tegyenek arra, hogy hogyan megjött a misszió a világnak azon távol részén. Imádkozzunk ezért, ezekért az alkalmakért, és kérjük az Urat, hogy minket is indítson arra, hogy szolgáljunk másra. Itt a városban, vagy a megyében,
hogy az országban, hogy az országnak állattuk is. Thank you.
Krisztusunk kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Amen. Az Úr közel. Jöjjön.